Dobro večer, dragi svetioci. Jako mi je drago da se vidimo, posle 40 godina rokokare. Imamo šansu, zahvaljujući panom televiziji koja je izašla u susret prošle godine, kad smo slavili 40 godina rokopere, da na moj neki nagovor i molbu da titluje film. Što znači da se svi oni koji ne znaju mađarski imaće prilike da vide o čemu se radi. Jer do 40 godina film je samo na mađarskom bio prikazan i to uglavnom na mađarskoj televiziji. Sad znači imamo šansu da pokažemo u bioskopima širom Srbije, slijedi navodno Beograd, Novi Sad i ostalo mesta. Evo sad to je premijera kod vas prvi put. Jako mi je drago da sam uspeo dogovoriti sa Tokovićem, gospodin Tokovića, bez ikakvih problema bio oduševljen da to sad ide svakoga petka u februaru. Znači oni koji nismo mogli danas, možda sledeći put imaju šanse da vide film. Žao mi je što fali naš reditelj Karel Viček, koji je zaslužan za ovaj projekat, faktički. Ali drago mi je, 10 godina, jako mnogo njih je već otišlo, nije sa nama. Od glumaca možda ostalo troje, četvoro živi. Drago mi je da sam uspeo sa našim prijateljima da proslavim 40 godina ovoga projekta i nadam se da će se 40 godina i vama se dokazati danas i kad u istoriji. Za godinu dana u predstave gledalo 75.000 ljudi širom bivše Jugoslavije. I u Mađarskoj smo gostali takođe i svugde je sala bila krcata puna. Samo da spomenem jedan događaj iz Sarajeva, gde su bili Sarajevski dani pozorišta, gde smo učestvovali sa ovom predstavom, gde smo dobili nagradu, da posle prve predstave koja je bila krcata i puna, su nas molili organizator da još jedan put ponovimo predstavu, jer 500 ljudi ostalo van pozorišta, nije uspelo da uđe. Tako da posle sat vremena smo ponovili predstavu ponovo i ljudi su na podovima sedeli, nije bilo uopšte mesta toliko sad. I to je za me nas bio najveća satisfakcija i znak da je ta predstava bila uspešna. Nadam se, dopašće vam se i trišćete prijateljima koji imaju volje svakog petka u februara dođu da pogledaju predstavu, imaju šansu da je vide. Toliko sam ja mislio. Ako imate neko pitanje, slobodno odgovorit ću. Sad Gabi Kenneth vam kaže pa reći. Nem csak magához, az előadáshoz, hanem az utóéletéhez is. Amikor ezt bemutattuk, 8 évvel később helyezkedtem el az Újvidéki Művészeti Akadémián, és akkor a növendékeim mondták, hogy jújjújjúj, hát ők olyan 10-11 évesek voltak, de a szülők folyton erről az előadásról beszéltek, meg a lemezt rongyosra hallgatták, de hát őket ugye nem vitték el a szülők a színházba. Aztán teltek múltak az évek, és ma már ott tartunk, még mindig aktívan tanítok, ott tartunk, hogy a növendékeim a nagyszüleik emlékéről beszélnek, hogy ők bizony ott voltak és látták, és hát van olyan család, akinél megjelent egy hanglemez, nem sokkal a bemutató után, hogy még a hanglemezt őrzi a család. Fantasztikus volt. Minden egyes útunk, hát itt a Szabadsági Népszínházban is azt szoktuk mondani, amikor nagyon telt ház van, hogy a csilláron is lógtak az emberek, de csak ugyan. Volt egy zöldhajú fan csapat, akik autóbusszal jöttek utánunk, amikor más városban vendégszerepeltünk. És amit Gábor elmesélt, a szarajevói történet, hogy dupla előadást játszottunk, az nem csak Szarajevóban történt meg, de Belgrádban, Újvidéken is. Voltak olyan helyek, ahol sportcsarnokban 2-3 ezer néző szeme láttára adtuk elő, és bár a szöveget nem értették, mert magyarul játszottunk, nem voltak még fordítógépek, nem volt ilyen fejlett a technika, de imádták a zenét, a ritmust, és ezért kiderült, hogy miről szól a történet. Kod je razume, mogu da pomognem. Uglavnom radi se o tome da priča je
da se pojavila i ploča u to vreme, LP, što je bila velika stvar, da jedna rock opera i pozorišna predstava se pojavi na velikoj ploči u to vreme, pre 40 godina, i to je Sarajevo Disk izdao, sarajevska firma, i zahvaljujući tome mogli smo da pesme puštamo na radiju i mnoge pesme su bile i šlager i dan danas, što je na primjer njena pesma Zove tvoju lajn glavnu, da na pesmi dan danas se bude na radiju. Tako da ne bi više dužili, nek ne krene film, ja mislim da je to u redu, ne? Da.